Köszöntöm Önöket, kedves nézőink! Stúdiónk mai vendége Horváth Tóth Éva, írónő, költőnő. Köszöntelek itt a stúdióban. Köszönöm szépen a meghívást, és én is szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Beszélgetésünk mai apropója az, hogy megjelent egy újabb köteted, a Magamba loplak. Ez egy újabb verses kötet, mert jelentek már meg verses köteteid. Összesen 4 kiadványod van, köteted, ami eddig megjelent. De még mielőtt a beszélgetést elkezdenénk, engedd meg, hogy idézzek tőled egy pár gondolatot. Az élet, a sors gépezett csupán, ahol fogaskerék minden ember? Ennyi volna a teremtett világ? Csikorgó körforgás, homokszemek és idomuló lélekkerekek. Ennél több kell legyen ez a szerkezet. Az embernek út kell és feladat, amivel megbízza őt az Isten. Szeretet kell, a szív nem masina, s nem téved el, akinek hite van. Úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy az ember ilyen sok szép gondolatot kiadjon magából, és azt papírra is vesse, hit kell, elköteleződés, és szeretet. Igen. Hogyan fogalmazódott meg ez benned annak idején, hogy te ezeket a gondolatokat papírra veted? Illetve hogyan születnek ezek a gondolatok, versek? Igazából nem volt ennek ilyen mozgatója, hogy ezek ilyen célirányosan megjelenő gondolatok. Nagyon sokszor, meg több helyen is elmondtam már, hogy a gyermekem Emma szívfejlődési rendellenességgel született, és ugye ez egy nehezebb, rögösebb út volt számunkra. És ebben az időszakban én ebben kapaszkodót találtam az írásban. Az már egy mellékes dolog szerintem, hogy ezek online is megjelentek, és egyre több helyen megjelentek, illetve egy idő után adta magát a helyzet, hogy ezeket a verseket kötetbe rendezzem, illetve megjelentessem. Ezek mind magánkiadásban készültek el. Az első kettő a Holnap magazin kiadónak köszönhetően, a második kettő pedig már a Kortárs Magyar Irodalomnál került lektorálásra, nyomtatásra. Nagyon furcsa, de ezek a gondolatok abszolút véletlenül jönnek, spontán jönnek, akár mosogatás közben, ezt mindig mondom, mert ott nagyon el tudok mélyedni, és bármikor, ha munkába megyek, ha sétálok, jön egy gondolat, és ezek megteremtődnek, aztán szépen mennek tovább, illetve tagja vagyok a verslista társaságnak, és itt heti pályázatok vannak. És a heti pályázatok nagyon sokfélék szoktak lenni, több műfajt is meg szoktak adni, hogy éppen vers legyen, akár azt is kikötik, hogy milyen rímelése legyen, szótagokat kötnek ki, ezzel egy kicsit megnehezítve az alkotók dolgát, illetve témákat adnak meg, és ez, amit felolvastál, ez is egy ilyen heti témára készült, meg is nyerte egyébként ezt a heti versenyt ott az alkotók között, és nagyon sok írásom így születik, viszont azt gondolom, hogy mivel nem vagyok mindig magamra bízva, hogy hogyan alkossak és mit, hanem néha azért vannak ilyen megszorítások, így elég sokféle témában és műfajban is tudok alkotni, kimerem próbálni magam. Van egy internetes felületed is, igen, egy ismert internetes oldalon, Szívdobbanás versek, igen, címmel, és engedd meg, hogy itt most puskázzak, mert ott különböző műfajokban láthatunk, igen, tőled írásokat, ilyen tanka, apeva, novellák, pundurka, vers, haiga, pásoros gondolatok, és dodaiton. Igen, ezek a hétköznapi olvasó számára ilyen ismeretlen műfajoknak tűnnek. Gondolom, hogy ennek megvannak a szabályai, hogy ezeket hogy kell megalkotni. Egy pár gondolatot erről tudnál mondani nekünk? Igen. 2019-ben találkoztam először a haikuval, mint műfajjal, ez egy japán verselési forma, és igazából ezzel kezdtem el próbálkozni. Igazából gyerekkoromban is írtam már mindenféle versettörténetet, főiskolán is írtam, de ezek ugye mindig a fiúk mélyén végezték, és 2019-ben a haiku volt az, ami elkezdett megmozgatni ilyen téren, a szabályos japán haiku, aztán ugye láttam a kortárs szerzőket, és megismerkedtem a magyarosabb haikuval is, ami nem annyira tartja a japán szabályokat,
És a haiku után találkoztam az Apevával, ami Szimeonov Todor nevéhez kötődik, és nagyjából azóta minden évben megjelenek az Apevás válogatásában. Tegnap kaptam egy e-mailt, hogy megint bekerültek írásaim a kötetben álluk. Ennek is megvannak a maga műfai kötöttségei, és ez a gondolatsűrítés az, ami egyébként nagyon jól megmozgatja az agyat, a szókincset, hogy találjunk olyan szót, hogy minél kevesebb szótaggal fejezzük ki a gondolatainkat. És megvallom őszintén, hogy nagyon sokszor előfordul velem is, hogy hosszabb írások elolvasására nincs esetleg időm a rohanó hétköznapokban, és biztosan az olvasók is így vannak vele, ezért jelentettem meg ezeket napközben, hogy aki esetleg nem ér rá egy hosszabb írást elolvasni, ezt a 3, 4 vagy 5 sort el tudja. A tanka is egy japán verselési forma egyébként, és a dodoicu is. A Pundurkát Baranyai Attila, a kortárs magyar irodalom kiadó vezetője találta föl és szabadalmaztatta. Ez is hasonló az előző verselési formákhoz, rövid kis 4 soros, illetve van a Mütyürke, ami a legújabb, ez 2 soros írás, és igazából ebben is szeretek alkotni, ezek is megjelennek, és ezen az oldalon igyekszem változatos formában közölni az írásaimat, meg vannak a saját kis rovataim, a pársoros gondolatok azok általában megteremtődnek bennem, és ezeket vasárnaponként szoktam leközölni az én saját elgondolásaim az életről, vagy a körülöttünk lévő világról, a féle bölcseletek. Kívánok neked sok-sok alkotó erőt az elkövetkezendőkre. Köszönöm szépen, és a meghívást is köszönöm.